2023-ban összesen 55 könyvet olvastam el, ami több, mint heti egy könyv. Most ezek közül kiválasztottam azt a top 10 könyvet, amit neked is ajánlok. Az biztos, hogy mind a 10 game changer tud lenni számodra. De nézzük is, mi ez a 10 könyv. A videó leírásában betettem mind a 10 könyvet, hogy hol tudod őket a legjobb áron beszerezni. Az első könyv a Wim Hof módszer. Január ugyebár a szokások hónapja, szóval ez a tökéletes könyv számodra, hogy ezzel kezd az évet. Két meghatározó szokást említett könyve, amit nem egyszerű bevezetni, de sorsfordító tud számodra lenni. Wim Hof amúgy több mint 26 Guinness rekordot tart, a legtöbb a hideg tűrésből származik. Az első ilyen szokás az a hideg zuhany. Minden nap legalább 3 percig állj a hideg víz alatt, hatalmas energiát fog adni, és nagyon jót fog tenni a szívednek. Először kezd 30 másodperc, és aztán fokozatosan vidd feljebb. Kb. 2 hét alatt el fogsz érni a 3 percig. Van a csatornámon erről videó, keresd majd meg, ha beírod, hogy Holding Farkas Hof ki fogja dobni, ott elmondom ilyen 14 nap után én mit tapasztaltam. A második ilyen az a napi légzés. Erről magyarul Wimnek van a csatornáján videó, hogyha rákeresel, van egy teljes gyakorlat, hogy hogyan lélegez, és akkor veled együtt lélegzik. Minden nap 10 percet lélegez fókuszáltan. Hogy ő nevezi, meg kell mozgatnod a beleidet, azáltal, hogy a levegőt a hasaddal veszed. Mivel a legtöbb betegség az a beleinkben képződik. Szóval, hogyha 100 évig akarsz élni, ezt a könyvet mindenképpen vedd meg. A következő könyve a Jeff Walkernek a Launch című könyve. Főleg Amerikában ismert, de Magyarországra Pongol Juhász Attila, a Pongol Groupnak a tulajdonosa hozta be, úgymond a köztudatba. Ez a könyv egy kész rendszert ad arra, hogy hogyan tud felépíteni a saját funnel rendszeredet. És legyen külön, tehát hírlevél listád a vásárlóidról. De ezen kívül fontos, hogy legyen egy külön listád a potenciális ügyfeleidről is, akiket általában valamilyen csali terméket tudsz feliratkoztatni. Ilyen lehet egy nem nyilvános videó, egy e-book, vagy akár egy webinárium is. A könyv megemlíti azt is, hogy hogyan tudsz akár te is affiliate partnereket szerezni. Illetve beszél arról is, hogy ha valaki feliratkozik, akkor hogyan is nézzen ki a landing page, hogy milyen gyakran kommunikálja a listáddal. A listára, a hírlevél listára feliratkozókra gondol. Ha van vállalkozásod, akkor ez egy kötelező darab számodra. Ehhez amúgy a affiliate linket szintén megtalálod a leírásban. Kulcsár Tibor a következő, a világon élni csak hősként érdemes. A könyvet amúgy már többször olvastam, és 2023-ban a Kulcsár Tibor mind YouTube-on, mind TikTokon sokkal ismertebb lett, sokkal több emberhez el tudott jutni, de aki benne van a üzleti témában, az már régóta ismerheti. Én még 2018-ban egy Freedom Business nevű konferencián ismertem meg, innen is köszönöm Ákos barátomnak a meghívást. Kulcsár Tibor a nulláról egészen a budapesti értéktőzsdéig repítette a cégét. Könyvben azt osztja meg, hogy ő személy szerint hogyan lett sikeres. Mibe kellett változtatni a gondolkozás módján? Mik azok a dolgok, amik elengedhetetlenek a sikerhez? Könyvben olvasható, amúgy mindössze 2-3 órát simán el lehet olvasni. Nagyon tudom ajánlani kezdő és haladó vállalkozóknak egyaránt. Következő Alkér Olsolya, Warren Buffett teóriája című könyve. Ezt a könyv az a könyv, amit nem is értem, hogy miért nem 1000 euróért árisítanak. Lehet még az is kevés lenne. Azt sem értem, hogy az emberek hogyan nem ismerik, mert mindenféle bullshit könyveket elolvasnak a befektetésről, tele van velük a Libri meg egyéb minden helyek, lényeget meg kihagyják. Orsi vette a fáradtságot, és úgymond professzora lett Warren Buffettnek, megtanult róla mindent, és le is fordította azt, amit ő valójában át szeretne adni. Megtanulta a Warren Buffett módszerét, hogy hogyan lett a világ leggazdagabb embere, milliárdos, és úgy, hogy már a vagyonának egy nagy részét eladományozta. És ezt egy nagyon egyszerűen követhető rendszer alapján rakta össze. Buffett amúgy 50 éves kora után gazdagodott meg, hogyha utána keresel, nem 50 éves kora előtt is gazdag volt, de csak milliómos, de bőven nem volt még akkor még milliárdos, csak utána kezdett el felívelni. Egyszer Jeff Bezos amúgy megkérdezte tőle Amazontól, hogy amúgy ha ennyire egyszerű a módszered, akkor miért nem ezt követi mindenki? Buffett erre viccesen azt válaszolta, azért már mindenki gyorsan akar meggazdagodni. Emberek üldözik azokat a lehetőségeket, egyből ha olyan videót tennék ki, egyből mindenki megnézni, hogy hogyan lehet egyik napra a másikra meggazdagodni, mindenki gyorsan akar, egyről kettő, egy-két éven belül milliómos akarnak lenni. Én azt mondom neked, hogy menekülj a francba ezekről az emberektől, és hogyha meglátsz ilyet, aki ezt hirdeti, akkor instant blokkold le. Mert te leszel akkor a legnagyobb idióta, aki rááldozza ilyenekre az idejét, és keresi a Szent Grált, a világon nincs Szent Grál. Te leszel a legnagyobb idióta ebben az esetben, nem csak idióta leszel, hanem ha még fizetsz is, akkor meg aztán duplán. Nem kérdés, hogy ez a könyv, ez egy valódi kincs, ez egy fekete könyv, meg lehet vásárolni, olyan 20 000 forint könyvig van az áru, még mai nap rendel meg, és ehhez nincsen affiliate linkem, csak mai napig nem bírom feldolgozni, hogy valaki miért nem veszi meg ezt a könyvet. Az lehet, hogy nem tudott róla, de most legalább már hallottál róla.
Következő könyv Alex Hormozinak a 100 millió dolláros lídek. Nemrég olvastam ezt a könyvet, és nem is olyan rég jött ki. Erről volt egy nagy kampány, amúgy az online marketing és Kristóf készített róla egy nagyon jó kis videót is. Hogy lett benne a top 11 ember, aki segített terjeszteni ezt a könyvet, ennek a bevezetőjére meghívni az embereket. Szóval nézd meg az online marketingesnek a videóját erről, mert nagyon tudom ajánlani. Én az egész könyvet azt szétjegyzeteltem, én e-bookba olvastam, és nagyon sokat fog tudni abba segíteni, hogy hogyan tudsz online, vagy akár offline eszközökkel, mint hideghívásra is ügyfelet szerezni. A könyv az segít kiréptetni a beragadt gondolkodásmódból, és egy teljesen új szemléletet tud neked adni. És olyan kapukat is ki tud neked nyitni, ami előre még nem is gondoltál volna. Már elolvasása után akár több ezerszeresét vissza tudja neked hozni, hogyha alkalmazod a benne tanultakat, mint amit például most gondolnál. Ehhez amúgy az affiliate linket szinte megtalálod a leírásból, még jelenleg a könyv kapható, de nagyon kifogyóban van a raktára. Következő a Kim Knight-nak a könyve, következő a Kemp Knight-nak a könyve, a Speed Reading. Ez a könyv lényeg megtanít minden trükkre, hogy hogyan tudsz te gyorsan olvasni. Lehet akár egyszerre ezt mindent használni, amit nem javaslok, én azt javaslom, hogy egy-kettő ilyen trükköt válasz ki. Nekem a legjobban mondja két függőleges vonal technika működött, ezzel akár óránként 100 oldalt is el tudok most már olvasni. És ez szerintem a legjobban működő is, de mindenkinek meg kell nézni számára mi a legjobb. Ha sok e-bookot olvasol, akkor az e-bookba ugye már nem tudsz ilyen két vonalat húzni, akkor vagy az van, hogy oda képzeled ezt a két vonalat, vagy van egy olyan technika is, hogy minden, vagy azt a technikát használod, hogy minden negyedik, vagy azt a technikát használod, hogy minden negyedik szavat olvasol el, tehát már a periférikus látásodra úgy is látod, szóval ezen keresztül nagyon könnyen meg tudod azt oldani, vagy azt a technikát használod, hogy minden negyedik szavat olvasol el, mert a periférikus látásodra úgy is látod az egészet. Az egész oldalt te szkenered amúgy is a szemeddel. Ez a könyv az alap, mindenképpen vedve, mert meg fogja növelni a hatékonyságodat, bármit is olvasol, akár online, akár valójában sokkal gyorsabban fogsz tudni ezután majd olvasni. Ehhez is amúgy a affiliate linket megtalál a leírásból, meg erről készítettem videót is. Következő Bihari Ádám könyve, a stílus van, minden van, már a címe is nagyon jó. Bihari Ádámot meg YouTube-on ismertem meg, és nagyon bírom a stílusát. Ő hozta be a stílus szót amúgy Magyarországra. Nagyon sok ember gondolkozás módját változtatta meg, így az öltözködés szempontjából. És aztán a tanácsadás után, hogy sok embernek adott tanácsod, még ráhúzott még egy lapot is. Megnyitott egy saját olasz szabóságot Budapesten, ahol csak időpontra tudsz menni, és személyre szabott módon, és testre szabott egyedi öltönyöket készítenek férfiaknak. Könyvben pedig megosztja a sok-sok éves öltözködési tapasztalatát, hogy a magyar utcaképet javítsa. Véglegesen örökre kitörölje az emberek fejéből, a férfiak fejéből a szandázokni opciót, meg az, amikor valaki rövidújúba jár. Rövidújúing nincs, nem volt, és nem is létezett, ahogy az Ádám mondaná. Ez egy vállalkozónak kötelező darab, mi az öltözködés kulcsfontosságú. És mit találd meg a saját maga stílusod. Szóval ez is a stílusról szól, nem azért, hogy a divatot kövess. Stílus meg a divat között hatalmas különbség van. Következő könyv a Nomad Capitalist című könyv. Ezzel a könyvvel még YouTube-on találkoztam, és fenn volt sokáig a wishlistem, a kívánság listám, amit el akarok olvasni. A szerzője amúgy Andrew Henderson, és Andrew bemutatja a könyvben azt, hogyan tudsz külföldön akár digitális nomád életet élni, főleg aznak a vállalkozóknak, akinek a vagyonuk már több 100 millió forintot eléri. Ha itt tartasz, akkor mindenképpen olvasd be. Beszél benne az útleveleknek a fontosságáról, és azt is, hogy hogyan tudsz egy idegen országban, például Szent Kitzen Nevisen szerezni akár állampolgárságot, útlevéllel, minden együtt, ugye, vagy bármilyen más olyan országban, ami például Európán belül van, ugye, az Amerikához közel van, de Európán belül is, vagy akár Szerbiába, Lengyelországba, bármilyen más országba, hogyan tudsz te szerezni állampolgárságot. Nagyon sokat beszél az adó megtakarításról is, amit így könnyedén el tudsz érni. Andrew amúgy igazi világpolgár, hasonló, mint Frey Tamás, ugyebár Magyarországon. A világ több különböző pontján van neki amúgy lakása. Ha nem csak Magyarországban gondolkodsz, és attól még ugyanúgy lehetsz patrióta, mert nem Magyarországon élsz, mert te döntesz, és ez számodra nagyon-nagyon fontos kérdés fog tudni lenni. És nem csak számodra, hanem majd a gyermekeid számára is. Pont a héten ismertem meg, most január 2-án veszem fel ezt a videót, pont a héten együtt ünnepeltük a szilvesztert egy társasággal, ismertem meg egy csajt, aki Afrikából, a szülei Afrikából vándoroltak Svédországból, ő már ott született, de aztán utána ugye Angliában nőtt fel, és svéd, angol kettős állampolgár. Londoni akcentusa van, tökéletesen beszél, ugye angolt ugye neki az anyanyelve, és milyen érdekes, hogyha annó a szülei nem hozták volna meg ezt a döntést, hogy Afrikából egy világ tényleg a
legjobban elmaradott országából lényegében, hogy a kontinenséről ugye, azt hiszem Nigériából voltak, de most teljesen mindegy, hogy onnan elmentek Svédországba, vették a bátorságot, és aztán utána meg Angliába költöztek, és ezáltal egy teljesen más élete tud lenni ezáltal ennek a csajnak, mert tudod, a svéd meg az angol útlevél a másik, harmadik legerősebb a világon, szóval, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy ezáltal egy teljesen más életet tudod kapni. Sokkal több lehetőség megnyílt számára, most ami ilyen koordinátorként dolgozik egy cégnél Londonban. Ehhez a könyvhöz is az affiliate linket, amit megtalálod a leírásban, amit meg tudsz rendelni ennek a Nomad Capitalist című könyvhöz. Következő, hogy a, úgymond az erő 48 törvénye. Ezt a könyvet amúgy betiltották az amerikai börtönökben, mert annyira sikeres volt, és akkor annyira átformáló az emberek gondolkozás módjában. A Robert Greene szerző már nagyon sok megosztó témába írt könyvet, de ez szerintem a legjobban sikerült ilyen könyve. Közel 500 oldalas ez a könyv, és megoszt ez alatt 48 törvényt veled. Amivel a nagy történelmi alakok is, mint például Bonaparte Napóleon, vagy Winston Churchill, hogyan tudtak kiemelkedni és sikeresek. Ez a könyv amúgy kapható egy nagyon vékony, ilyen 50 oldalas változatban is, amúgy minden 48 törvény benne van, de csak egy oldal nem léti. Én ezt nem ajánlom, én ezt megvásároltam, elolvastam, de nem jó. Ezek a törvényeket fontos, hogy még jobban megérts, és ehhez kell az, hogy legalább mindegyikről egy ilyen 50, vagy legalább egy 10-20 oldalt tudj olvasni mindegyik törvényről. És meg akarom venni majd az eredeti verziót is. Erről nem is készítettem úgy videót, úgyhogy erről majd akarok egy külön videót készíteni, amikor elolvastam a könyvet. Ez a könyv amúgy nem kapható magyarul, ez a hatalom 48 törvénye. Tudomásom szerint angolul lehet megvásárolni, és angolul olvastam, beteszem a linket a leírásból, ahol meg tudod rendelni. És az utolsó könyv az a T.H. Wecker-nek a könyve, a Milliómas elme titkai. T.H. Wecker könyvét még 2019-ben olvastam először, ami akkor gyökeresen megváltoztatta a pénzhez való hozzáállásom. Felismertem, milyen pénzügyi berögzítéseket hoztam otthonról, amin sürgősen változtattam, és azóta így kilőttem ezen a területen. Kilakítottam azóta a saját pénzügyi rendszeremet, amit most már tökéletesen fejlesztettem. És most már csak követni kell, és végigmenni. És az anyagi siker az garantált. Ez a könyv olyan, hogy megesz, lenyel, és aztán kiköp. Teljesen új ember leszel utána, hogyha megérted és alkalmazod a benne tanultakat. Írd meg, hogy számodra mik voltak a top könyvek, mi volt a legjobb könyvek, amit 2023-ban olvastál, írd meg a komment szekcióba, és iratkozz fel, találkozunk legközelebb.